Tart, elindult az 1600 méteres szintetikus verseny, és Pókerarc Meyer Cynthiával elmegy vezetni, benne a falon pedig ott van My Little Zazu. Pókerarc följebb jött, Eminent Victoria startot követően kívül Chatelier színei tűnnek föl, a mezőny végén pedig Lancaster Dream, illetve van egy nagyon kiszakadt lovunk, Brownie, gyakorlatilag esélyét veszítette az indítás pillanataiban, hiszen egy olyan jó 15-20-as a hátránya a nagyon jól együtt galapozó mezőnnyel szemben. Gyorsít Eminent Victoria túlsó oldal közepén, és át fogja venni a vezetést az ügető átjárónál. Bő 1000 méter van még hátra a versenyből, Eminent Victory, Pókerarc, Chatelier és a följebb zárkozott Lancaster Dream. Ez az első négy ló sorrendje, az 1000-es táblát pedig elhagyva megérkezik most már nagy hajrával Brownie. Kérdés, hogy Brownie mennyit tud itt a verseny középső szakaszában pihenni. Liebeskind is a mezőny végén, ő viszont kicsit könnyebben galoppozik még, hiszen neki azért nem volt problémája a startnál. Kívül fog fordulni My Little Zazu, miközben Eminent Victory az élen. Eminent Victory és Lancaster Dream kettőse hozza majd a lovakat a befutó egyenesre. Chatelier-nek is vannak picit problémái. My Little Zazu pedig most már otthon a harmadik helyen, Liebeskind pedig a mezőny végén. Brownie pedig megpróbálja lendületből megoldani. Brownie már ott van a negyedik helyen. 350 méter van hátra a versenyből. Még mindig Eminent Victory az élen. Eminent Victory, Lancaster Dream. Utóbbit Linek nagyon gyűri. My Little Zazu pedig a harmadik helyen van, Brownie a negyedik, Liebeskind az ötödik, 150-nel a vége előtt még mindig Eminent Victory az élen, Eminent Victory bebiztosíthatja a győzelmet, Eminent Victory és Lancaster Dream, Eminent Victory a végén feltartva nyeri a versenyt, Eminent Victory, Lancaster Dream, My Little Zazu, Liebeskind és az elfáradt Brownie.